azokkal a boszorkányokkal kapcsolatban, akik közé tartozik? Külföldön voltam, és elkezdtek ezen ölni a értesítések az e-mailen barátoktól, ismerősöktől, és végül hamarosan megérkezett maga a cikk is. Hát meglepődtem egy kicsit. És aztán, ugye, ami most, amikor beszélünk, már 3 hete zajlik ez a hetsz kampány folyamatosan. Alig volt ez alatt a 3 hét alatt olyan magyar nemzetszám, amelyben ne hoztak volna részben új információkat a közönség tudomására, részben pedig mantraszerűen ne ismételgették volna a különböző vádakat, amelyek közül a leglényegesebb és a legárulkodóbb az a fordulat, amelyet újra és újra megismételnek, hogy azok a liberális filozófusok, akik a morális magaslatról rendszeresen bírálják, politikailag bírálják a kormányt, azok maguk korrupcióba, illetve tolvajlásban tűnnek elmarasztalhatónak. De ezt a logikát meg is lehetne fordítani, és azt lehetne mondani, hogy azért kerestek ki sok száz sikeres pályázat közül hatott, mert úgy gondolták, hogy ezek azok, akiket politikailag meg kell büntetni. Ez tökéletesen nyilvánvaló, és az első időkben az a kellemetlen kommunikációs helyzet alakult ki, hogy a vádak ellen védekezni kellett. És ugye, aki védekezik, az már is gyanús. Ma már erre nincsen szükség, mert a tények ismeretessé váltak, más újságírók feltárták azokat a tényeket, amelyeket a Magyar Nemzet újságírói elmulasztottak. Világosan lehet tudni, hogy az a konstrukció, amiben viszonylag jelentősebb pályázati összegeket lehetett humántudományi kutatásokra elnyerni, az Pálinkás József konstrukciója volt az első Orbán kormány alatt, amelyet a következő kormány és benne Magyar Bálint csak átvett. Világosan látható már azoknak a kutatóknak a kiterjedt száma, akiknek politikai hovatartozása éppen a másik oldalra, a másik irányba mutat, vagy éppen fogalmunk sincs, hogy mi a politikai hovatartozásuk, mert nem nyilvánosság előtt megnyilvánuló személyekről van szó. Úgyhogy azt mondhatom, hogy most 3 hét után a dolog teljesen kipukkadt, és hát ehhez hozzátartozik azért még valami, ami nagyon örvendetes, nevezetesen, hogy mind Magyarországon, mind pedig külföldön egy jelentős szolidaritási mozgalom indult el védelmünkben. Tanít az egyetemen, igaz? Igen. Tanítványai ön szerint félnek megkérdezni, hogy mi van önökkel, vagy olyan társadalomban élünk, ahol ehhez még egyelőre nem kell különösebb bátorság? Én azt hiszem, hogy ehhez nem kell különösebb bátorság. Nem tudom, hiszen még nem indult meg a fél év, de nyilvánvaló, hogy a fél év első óráin 3 kurzusom lesz ebben a fél évben. El fogom mondani tanítványomnak, hogy mi történt, hiszen rájuk is tartozik, és ismertetem velük a helyzetet. Az nem lenne helyes, ha mostani tanítványaim, akik hát a tekintetben függő viszonyban vannak tőlem, hogy én osztályozom őket, valamilyen szolidaritási akcióval lepnének meg, ennek nem is örülnék, de a volt tanítványok körében elindult egy ilyen mozgalom, és ez nagyon nagy örömmel töltött el. De más is, ugye lát itt a kezemben egy jóféle szivart. Hát ez a jóféle szivar nem a 90 millióból van, hanem egy távoli ismerősömtől, aki azt üzente nekem e-mailen, hogy valahányszor valamilyen bántalom ér a sajtóban, ő félretesz nekem egy jó szivart, és múlt héten találkoztunk, és egy elég nagy pakkot kaptam tőle. Sérelmezik a jobboldali
médiák, akik az ügyet kirobbantották, hogy már nem tudom megmondani pontosan, hogy melyik, de gondolom, hogy mindegyik azt, hogy hogy kerül ebbe az egész ügybe az antiszemitizmus, mint szál, hiszen ők nem mondták egy szóval sem, hogy itt bármilyen módon is zsidókat válogattak volna össze. Ezt én sem állítom, és én sem hangsúlyozom olyan erősen, mint barátaim. Az kétségtelen, hogy abban a bizonyos első számban, amit ön is említett, három fénykép jelent meg, és mit tesz Isten a hat pályázati konzorcium vezető közül, annak a háromnak a fényképe szerepelt, aki történetesen zsidó. Ezzel mintegy felkínálták a lehetőséget. Nem állítom, hogy a magyar nemzet hetsz kampányában erős vagy jelentéken száll volna az antiszemitizmus, de evidensen ezt a lehetőséget felkínálták, és lám, a Magyar Fórum címlapján találom magamat, történetesen ugyanazzal a két kollégámmal, Heller Ágnessel és Vajda Mihállyal, és egy negyedik fénykép is ott van, Szúslág János tábrázolja, természetesen talpig vasban, bilincsben, és a szellemes cím Szúslág nem filozófus. És a cikk nyilvánvalóan antiszemita tartalmú. Egyébként ezt inkább viccnek tekintem, és mint egy interjúmban elmondtam, azt látom ebben, hogy a vén gazembernek, Csurka Istvánnak még mindig van humora. És hát más antiszemita fórumok is, Kurucinfo ráugrott erre a dologra, tehát egyszerűen megteremtették a lehetőségét az antiszemita szálnak is ebben a dologban, de nem ezt tartom benne a leglényegesebbnek. Ez a dolog valamikor elindult a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetében, vagy legalábbis lehet sejteni, hogy a szálak az egyik irányból oda vezetnek. Kétségtelen, hogy időben a jelenlegi filozófus botrányt megelőzte egy másik filozófus botrány, amely tavaly az év vége felé robbant ki, és amiben nekem is szerepem volt, amennyiben a Filozófiai Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének igazgatóját súlyos szavakkal illettük, mert alkalmatlannak tekintett munkatársai kétharmadát, mert négy embert alaptalanul kirúgott, és így tovább. Ebben az ügyben egy petíció indult, és hát ez nagyon sikeres volt, nagyon sokan aláírták mind belföldön, mint külföldön. Ez azonban nem közpolitikai probléma volt, hanem tudománypolitikai probléma, morális és tudománypolitikai kérdések merültek itt fel. Fogalmunk sem volt, és fogalmunk sincs ma sem arról, hogy ez a rémületes terrort bevezető kollega, aki ennek az intézetnek a bocsinálta igazgatója, az milyen politikai nézeteket, milyen közpolitikai nézeteket volt. Tehát ott nem volt politikai, közpolitikai tartalma annak a vitának, illetve annak a botránynak. És én úgy is gondolom, hogy sokan azt hiszik, hogy ez annak a közvetlen folytatása volna. Én ezt nem gondolom így. Inkább én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy kilövési engedélyt adtak. Ugyanis a leghíresebb magyar élő filozófus, aki valóban világhírű, Heller Ágnes alaptalan megvádolására nem egy kis újságírónő vállalkozott a maga ügyetlen eszközeivel. Nem is egy kormánypárti napilap vállalkozott. Ennél is jóval magasabban kell keresni ezt az összefüggést, és tekintettel arra, hogy Magyarországon az elmúlt hónapokban egy piramisszerű rendszer alakult ki, amelyben minden lényeges döntés a legfelsőbb helyről érkezik, én meg vagyok arról győződve, hogy ezúttal is a legfelsőbb helyről érkezett ez az engedély. És ha már egy engedély megvan, akkor kell találni valamit, ugye? Találni valami bűnt, ugye, kriminalizálni kell a szereplőket, és erre szolgált jó lehetőségként az, hogy az egyik pályázat, ami évekkel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Filozófia Intézetének a keretén belül született, és ott nyert
ott nyert ez a pályázat. Azzal szemben már korábban is egy egyébként tudomásom szerint elutasított feljelentés érkezett. Tehát ebbe az irányba kezdtek el kutatni, és megtalálták a mi nyertes pályázatainkat, és ebből alakították ki a bűnszövetkezetet, amelyet ugye már az első cikk úgy írt le, hogy Hellerék. Hellerék, ez ellen Heller Ágnes is tiltakozott, mindannyian tiltakozunk, hiszen ezek egymástól független, más munkahelyeken, más kutatói csoportokkal való kutatások voltak, amelyeknek nem volt egymáshoz köze, attól függetlenül, hogy Heller Ágnes jó barátnőm. Tudják-e azt, hogy ki volt az eredeti feljelentésnek a szerzője? Ez nekem nagyon lukacsos a memóriám, és valaha tudtam, most meg nem tudnám mondani, de minden esetre a Tudományos Akadémia Filozófia Intézetének kebelén belül történt ez a feljelentés. És minden esetre azt látni kell, hogy a mai magyar filozófiai életben két olyan szakmabeli adódott, összesen csak kettő, aki ebben a ügyben úgy nyilvánított véleményt, hogy elfogadta, készpénznek vette ezeket a alantas rágalmakat, gyanúsításokat és vádakat, tényként kezelte őket, és hát erkölcsi minőségüket az is mutatja, hogy a nyíri akadémikusról kiderült, hogy a szóban forgó években számos, nevezetesen három hasonló nagyságrendű pályázatot nyert. Ilyen módon cáfolható, könnyen cáfolható az az állítása, hogy ezek a összegek eltúlzottak, mert a filozófia olcsó tudomány, csak papír kell hozzá és ceruza. Hazug embert előbb-utól érik, mint a sánta kutya, erről csak ennyit tudok mondani. Le lehet-e váltani az anyag megmaradás törvényét, vagy a relativitás elméletet kétharmaddal? Hát nyilván nem. De a kérdés az, hogy le lehet-e váltani egy elitet. Ugye, mert a dolog mögött, és ez most már nem csak a filozófusok, ugye, hanem a filmesek, filmművészek, ugye, más művészetek, a magas kultúra más területének az ügye. A dolog mögött egy forradalmi retorika húzódik, forradalom történt, fülkeforradalom, és ebben a forradalomban mindennek meg kell változnia. Meg kell változnia a jogrendnek, és meg kell változnia az elitnek is, elitcserének kell történni. Valóban, valódi forradalmak esetén elitcserék történnek, a régi rend hívei azok kevésbé rúghatnak a labdába. Az is vitatható, hogy mennyiben voltunk a régi rend hívei, hiszen az úgynevezett liberális filozófusok, és általában a liberális értelmiségről nem mondható el, hogy kritikátlanul szemlélte volna a korábbi hatalomnak a működését, nagyon is éles és erős kritikát gyakorolt vele szemben, de nem történt forradalom természetesen. Az, hogy egy nagyon imponáló többséget szerzett egy párt, ez azért előfordul a demokráciák történetében. Ezt a következtetést abszurd levonni belőle, és azok a lépések, egymást követő lépések, amelyek közül, hát idézzük csak fel a legfontosabbakat, első és talán legeslegfontosabb a közhivatalnokok minden indoklás nélküli leválthatása, amely egyszerűen egy pillanat alatt véget vet a bürokratikus etosznak, ettől kezdve az állam semlegességéről nem lehet beszélni. A fékek és ellensúlyok megsemmisítése, az alkotmánybíróság kasztrálása, a sajtócenzúra leplezetlen bevezetése, egy gumiparagrafusok sorozatával, a magántulajdon szentségének kétségbevonása, a visszamenőleges törvénykezés és hasonló, ez egy olyan egységes rendszerre áll össze, amelyben az elitcsere szorgalmazása is
szépen és nyilvánvalóan beilleszkedik. Elétet cserélnek micsodára? Hát az elképzelés az, hogy új elitre, és akkor ott van egy minden eddigi elitben komoly szerepet játszó Széchenyi díjas akadémikus, Nyíri János Kristóf, aki emeli is a kezét és jelentkezik, hogy szeretne ebbe az új elitbe is komoly szerepet kapni. Ugye ez nem csak a filozófia területén van így, hanem mondjuk a kultúra teljes spektrumában. Igen, ezt én is így gondolom. Egy országban, ahol az egyik legnagyobb élő és aktív filmrendező működik, Tar Béla, ahol él még Isten éltes Jancsó Miklós, és ahol más jelentős és nagy filmrendezők vannak, ott egy kiszuperelt hollywoodi producer lesz a filmgyártásnak a diktátora. És hát a példák végtelen számban sorolhatók. Gondoltam, hogy előveszem, most éppen nincs a kezemben, de mindjárt elő fogok venni egy pályázatot, egy hasonló pályázatot, és néhány nevet fel fogok sorolni, és összegeket, akik ugyanebből a pályázattípusból pénzekkel részesültek. Egy kis türelmét kérem. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program, NKFP, ez azonos, ugye, a pályázat? Ez a jogelődje annak az intézménynek, amelyben mi pályáztunk. Ugye ez az, amit az akadémia elnöke korábban, mint a Fidesz kormány tagja hozott létre. Igen. Tehát ugye itt akkor 4 évvel korábban vagyunk, tehát a 4 éves inflációt még ehhez nyugodtan hozzáadhatjuk. Szerepel itt Granasztói György, Teleki László Intézet, kulturális, külpolitikai és nemzeti identitás, 96 millió forintos pályázata. Dr. Kristó Gyula, Anzsukori oklevéltár, 59 millió 898 ezer forintos támogatása. Zimonyi István, Szegedi Tudományegyetem, a magyar őstörténet írott és nyelvi forrásai, ő csak 27 milliót kapott. Inotai András, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetéből 86 milliót az Európai Uniót előtt álló stratégiai feladatokkal kapcsolatban. Azt mondja, hogy Manherz Károly, a közép-európai kis nemzetek jövője, 44 millió 990 ezer. Dr. László János, Pécsi Tudományegyetem, morfológiai, lexikai szint feletti magyar nyelvű tartalom elemző programok kifejlesztésére 55 milliót. Fritz Tamás, 21. század intézet részéről, a magyar politikai rendszer európai uniós integrációja, intézmények és főszereplők társadalmi támogatottság, 41 millió 44 ezer forint. Dr. Görömbei András, Debreceni Egyetem, bölcsészkar, nemzeti identitás tudattal kapcsolatos kutatásra 31 millió forint. Horváth Gyula, MTA, regionális kutatások, magyar régiók és települések versenyképessége, 111 millió forint. Nem akarom tovább olvasgatni. Hát ezek is látszólag, tehát mondjuk azok számára, akik kommentelni szokták az olyan videókat, mint amit Heller Ágnessel készítettem, ezek is teljesen fölösleges dolgok, hisz ezeket nem lehet kenyérre kenni. Igen, egyrészt fölöslegesek, másrészt pedig hát azt is jól mutatják, hogy mennyire vannak köszönő viszonyban a pályázat kiírásával a mi pályázataink, ha ezek a pályázatok is nyerhettek. Természetesen azok közül, a nevek közül, akik most nyilvánosságra kerültek, számos olyan van, akinek jobboldali elkötelezettsége
napnál világosabb, és számos olyan van, akinek politikai véleményét nem ismerjük. Van olyan jelentős tudós, Kristó Gyula, aki ma már nem él, de épp örömmel láttam, hogy az anzsukori oklevéltár folytatódik, mert ebben a pályázatban ő nyert, és abban az időben, amikor, abban az évben, amikor az én pályázatom nyert, akkor egy tanítványa vagy utódja ugyanezzel a témával, az anzsukori oklevéltárral jelentős, a miénkkel azonos nagyságrendű pályázatot, pénzt nyert. Lehetne a pályázatok, a humántudományi pályázatok rendszerétről beszélni. Ugye ennek, amennyire én meg tudom ítélni, valóban vannak strukturális problémái. Az egyik strukturális probléma az, hogy miután az intézmények Magyarországon, különösen humántudományi intézmények rendkívül le vannak gatyásodva, ezért noha kutatásra adják be a pályázatokat, ennek nagyon jelentős része intézmény fenntartásra, fenntartásként hasznosul. Másrészt az is igaz, hogy fizetéskiegészítésként, illetve fizetések megteremtésére hasznosul ez, tehát fiatal kutatókat, akiket nem tudnak a tanszékekre vagy kutatóintézetekbe fölvenni, ezeknek a pályázatoknak a segítségével fizetik, természetesen kutatómunka ellenében. Egy másik strukturális probléma, amit feudalizmusnak neveznék, nevezetesen mondjuk az én esetemben az én fiatal kollégáim azért kértek meg arra, hogy a pályázatot az én nevemmel és a konzorciumot az én vezetésemmel adhassák be, mert arra számítottak, hogy egy nagyobb, egy úgynevezett nagyobb név az nagyobb esélyt ad arra, hogy a pályázatot elnyerik, vagy esetleg nagyobb esélyt ad arra, hogy jelentősebb összeggel nyerik el ezt a pályázatot. Ez azonban nem politika függő. Éppen az derült ki ezekből a most már nyilvánosságra került, eddig is nyilvános volt, csak éppen nem volt a nyilvánosság homlokterében pályázatokból, hogy nem lehet politikailag tagolni azt, hogy kik kaptak és kik nem kaptak pályázati díjakat. Ezzel szemben ebben a feudális értelemben lehet, kétség kívül, hogy a nagyobb neveknek nagyobb esélye volt arra, hogy nyerjenek a pályázaton, mint az ismeretlenebb fiataloknak. Azt is szeretném még hozzátenni, hogy ezek ugye most nyilvánosságra kerültek, nagyobb, jobb, örvendetesebb lett volna, ha egy-egy kutató már a Hetz kampány elején önmagától megszólal, és azt mondja, hogy álljon meg a menet, én is kaptam, álljon meg a menet, ez nem így működik, hiszen ma, amikor megkérdezik őket, mit mondanak? Ugyanazt mondják, mint mi. Nem egyedül kapták a pénzt, konzorciumok vezetőjeként kapták, 20, 30, 40 vagy még több ember vett részt ebbe a pályázatban. Azt mondják, hogy nem egy rövid időre, hanem 3 évre, vagy még több időre, idő alatt hasznosult ez a pályázat. És az, ahol ez így van, mint például az én esetemben, az ők is megemlítik, hogy a konzorcium vezetésért nem kaptak és nem vettek fel pénzt. Mindez jobb lett volna, ha maguktól, nem kérdésre, hanem maguktól szólalnak meg ebben az esetben. Ez nagyon jót tett volna a magyar közéletnek, az intellektuális klímának, az erkölcsi világrendnek. És hadd mondjak itt el egy példát ezzel kapcsolatban. Ugye említette a Teleki Intézetet, hogy a Teleki Intézet kapott itt egy jelentős összeget Granasztói György vezényletével. Granasztói György a kiváló történész, nekem politikailag nagyon nem rokonszenvös. Nem felejtem el neki, hogy ő kezdeményezte a kokárda, a március 15-i kokárda kis sajátítását még a MDF időkben. Talán emlékszik, vagy idősebbek emlékezhetnek rá, hogy akkor még májusban, júniusban is hatalmas kokárdákat viseltek a politikai jobboldalon az emberek, és ezt nagyon, nagyon mélyen helytelenítettem, hogy ezt a minden magyar ember számára jelentős jelképet kisajátít,
csak az egyik politikai oldal. Azonban, amikor az előző kormány alatt a Teleki Intézetet bezárták, akkor más úgynevezett liberális kollégáimmal együtt én is tiltakoztam ez ellen, és nem tartottam szükségesnek, hogy ezt a tiltakozásom mellé még hozzátegyem ezt a előbb említett fenntartásomat Granasztói professzor politikai magatartásával szemben. Granasztói nem szólalt meg most ebben az ügyben, ugye? De megszólalt. Úgy tudom, úgy emlékszem, hogy a 168 óra kérdésére azt a mi válaszainkhoz nagyon hasonló választ adta ő is. De nem ilyen választ adott a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pálinkás József? Hát sokféleképpen értelmezhető válaszokat adott, és ugye van itt egy, ez nagyon érdekes eleme ennek a dolognak, a tanulság nekem, hogy milyen hihetetlen ereje van a újságban leírt szónak, hogy az ember első olvasásra kézténynek veszi, hát benne volt az újságban, és csak utána kezd el gyanakodni, hogy gondoljunk vissza. Az egyik pályázattal nem az enyémmel kapcsolatban elhangzik, ezt aztán átvette a kormánybiztos, aki a feljelentéseket a Magyar Nemzet cikke alapján, ugye egy evidensen alaptalan gyanúsítgatások hálójából összeszűrt cikk alapján tette meg, megjelent egy 800 ezer forintos szállodaszámla. Első olvasásra az ember ezt úgy érti, mert úgy azt akarják, hogy úgy értse, hogy valaki, egy kutató, nyilván a konzorcium vezetője, csinált egy 800 ezer forintos szállodaszámlát, ami csak úgy képzelhető el, hogy kiutazásra elment Hawaii-ra vagy a Zöldfoki szigetekre. És aztán csak utána kezd el az ember gondolkodni azon, hogy ez a pályázat konferenciák megrendezését ígérte Debrecenben történetesen. Debrecenben el kell jutni, és ott meg kell szállni. És akkor, ha azt látjuk, hogy három vagy négy konferenciát csináltak ez alatt a három év alatt, akkor ez már egy igen csekély összegé válik. Sőt, állítólag azt hallom, hogy még egy nullát milyen érdekes, véletlen felfele is tévedtek ebben az ügyben, és az a bizonyos szállodaszámla, amiről szó van, csak 80 ezer forint. Mindezt nem tudom pontosan, hiszen annyit tudok a debreceni pályázatról, amennyi nyilvánosan hozzáférhető, hiszen nem voltunk egy közös konzorcium, hanem hat különböző pályázat voltunk, amely hat különböző irányban, hat különböző tárgyban végezte a munkáját. Most ugye az Európai Unió Gödöllön tartja a fő hadiszállását. Mennyi lehet ennek a szállodaszámlája a következő 6 hónap alatt? És akkor a végén mondhatjuk el azt, hogy a közpénzből nem tudom hány 10 vagy 100 millió forintot elherdált Orbán Viktor, vagy az Európai Unió? Hát nyilvánvaló, hogy ezt a logikát ki lehet terjeszteni bármire. Lehet azt mondani, hogy döbbenetes, párizsi vasútjegyet is találtak az elszámoltak között. Hát először is szép dolog, hogy nem repülővel mentek, vagy nem repülővel ment az illető, másrészt úgy tudom, hogy Párizsban, én például részt vettem már Párizsban tudományos konferencián, úgy tudom, hogy ott szoktak tudományos konferenciákat rendezni. Hát igen, de kérdés az végül is, hogy szükség van a tudományos konferenciákra, és ha igen, akkor pont azokra van-e szükség, amire Radnóti Sándornak kell elmennie? Na, ez a dolog másik oldala, hogy amit rettenetesen súlyosnak tartok az ügyben. Jóval súlyosabbnak, mint a mi személyes megvádolásunkat, mert egyszerűen, hát, hadd mondjam így világosan, ez lepereg rólunk. És egész nyilvánvalóan hazugságok és aljas gyanúsítgatások szövedéke. Az azonban, hogy gúnytárgyává tették magát a filozófiát, mint fölösleges tudományt. Az, hogy nevetségessé tettek bevett filozófiai szakkifejezéseket, amelyek megjelentek a pályázatok címeiben, az a legaljasabb indulatokra épített, a legocsmányabb demagógiára,
arra azt a felfogást erősítette, hogy ezek fölösleges dolgok, fölösleges luxus kiadások, amelyek ugyanakkor lám rengeteg milliót jelenthetnek azoknak, akik ezt csinálják. Mennyire azonos ez a 50-es, 60-as évek munkásőr ideológiájával? Kétségtelen, hogy várom azokat a munkás levelezőket, akik a mi súlyos megbüntetésünket szorgalmazzák, és azt a hibát elkövettem, hogy egy ideig kommenteket is olvastam, és hát persze a komment az csak egy része a Vox Populinak, és hát nyilvánvalóan vannak megfizetett trollok is a kommentelők között. Akkor is ezt egy idő után abba hagytam, mert ez az, ami rosszat tesz az ember lelki állapotának, nem az, hogy bértolnokok mit írnak, és zugügyvédek kit jelentenek fel. Ellen lehet-e állni ennek a hát ilyen cunamiszerű erőnek, amelyik úgy érezhető, hogy mindent ki akar sajátítani egy-kétharmados választási eredmény birtokában? Hát ezt meg fogja mutatni a jövő. Ami a mi ügyünket illeti, sok oldalról látok szolidaritást, és ami persze a legjelentősebb, az a másik oldal. És ott is azért megjelennek a tiltakozásnak és a meghökkenésnek a hangjai. Három kitűnő konzervatív filozófia professzor például tiltakozást fogalmazott meg ebben az ügyben, és más jelei is vannak annak, hogy Horkai Hörher Ferenc filozófia történész, Heidl György, és Lukas a memóriám, ő is egy kitűnő kollega, hárman voltak, három tanszékvezető. És ezen kívül megszólalt a debreceni bemutató terem, Modem, mert... A Modem főigazgatója is, aki hát szintén egy elkötelezett jobboldali. Aki azonban ugyanakkor, hiszen ez nem lehetetlen, Vajda Mihály tanítványa, mint filozófus, és nem felejtette el a tanítását. Szerettem volna a Magyar Nemzet újságíróival interjút készíteni. A főszerkesztő titkárnével háromszor vagy négyszer beszéltem eddig, és a legutolsó általam készített cikk írójával is beszélgettem. Eddig még nem jutottam el odáig, hogy... Tehát ugye a cikkíró azt mondta, hogy csak a főszerkesztő engedélyével lehet bármit tenni, a főszerkesztő viszont még nem hívott vissza. Ugyanígy megkerestem a Tudományos Akadémia Filozófia Intézetének az igazgatóját, Boros Jánost is. Egy e-mailben ő se válaszolt még, ez egy hete volt körülbelül. Tehát szeretném őket is megkérdezni. Ugye az a, ezt, azt hiszem, hogy ezt a most három hetes és hát nyilván még folytatódó hetsz kampányt egykor majd médiatörténetben tanítani fogják, hiszen az állatorvosi lova mindannak, amit egy újságírónak nem szabad elkövetnie, ami az újságírói etikával homlokegyenest ellentétben áll, és az is figyelemre méltó, hogy az, ami ez alatt a három hét alatt történt, a tételes cáfolata az állításoknak. Ahogy Steiger Kornél például egy másik napilapban elkülönítette az ellene felhozott 6 vagy 7 vádat, és mindegyiket abszolút meggyőző módon megcáfolta. Ahogy más lapok feltárták ezeket a tényeket, amikről előbb említést tettem, tehát az, hogy Pálinkástól ered az egész konstrukció a MTA jelenlegi elnökétől, hogy nagyon sokféle politikai színezetű és politikai színezetét egyáltalán, és nagyon sokféle politikai színezetű tudóst nyert el ezekben az években pályázati pénzeket, és számos olyan, akinek a politikai színezete egyáltalán nem ismeretes.
Nos, ezekről a tényekről a magyar nemzet nem számol be. Azokat a, azt a néhány megszólalást említi kizárólag, amelyeket ki tud forgatni, amelyeket kontextusából kiemelve rossz színbe tud beállítani. Ez is sajtótörténeti unikum. Egyetlen cáfolat, állításaik egyetlen cáfolata nem kapott helyet a magyar nemzetben mind a mai napig. Önnel az egyik probléma az lehetett, hogy lemondott a Kossuth-díj bizottsági tagságáról, nem tudom pontosan mi a neve ennek a bizottságnak. Ugye itt az a rendszer volt mindez ideig, hogy a Kossuth és Széchenyi díjakat albizottságok ajánlására, szakmai albizottságok ajánlására osztják. Az egyik ilyen szakmai albizottságnak, az irodalminak én voltam az elnöke. Van filozófiai, van képzőművészeti, van mindenféle természettudományi albizottság, akik aztán ezek az elnökök, amikor a szakmai bizottságokban kialakul a javaslatunk, ezek az elnökök összegyűlnek a parlament egyik termében, ahol a miniszterelnök elnökletével meghozzák, vagy meghozzuk a végső döntést. Amikor jó néhány hónappal ezelőtt bekövetkezett az egyik legsúlyosabb esemény, nevezetesen az, hogy az Alkotmánybíróság egyik megsemmisítette az egyik törvényt, amelyet a parlament hozott, és a válasz erre az volt, hogy az Alkotmánybíróság lehetőségeit megnyírbálták, és újra változatlanul megszavazták ugyanazt a törvényt, amelyre most már az Alkotmánybíróságnak nem volt lehetősége rátekinteni. Akkor elgondolkoztam azon, hogy én minimalizálni akarom ezzel a hatalommal az érintkezésemet. És tulajdonképpen egyetlen olyan hely volt, ahol ez az érintkezés még formálisan fennállt, nevezetesen ebben a bizonyos Kossuth és Széchenyi díjbizottságban, és ezen okból lemondtam, és követte ezt az irodalmi albizottság számos tagja, lényegében az egész bizottság két személy kivételével. És akkor nekem volt egy mondatom, ami elhangzott, és ezek szerint célba talált, és sikeres mondat volt, amely úgy szólt, hogy nem akarok egy levegőt szívni ezzel a miniszterelnökkel, amelynek értelme az volt, nem akarok egy levegőt szívni vele azon az egyetlen helyen, ahol találkozhatom, a parlamentnek ebben a termében, ahol a Kossuth és Széchenyi díjfőbizottsága összeül egy évben egyszer. Egyébként a múlt hétnek a híre... De gondolom, nem a levegővel lett volna a probléma. Nem a levegővel lett volna a probléma. A múlt héten egyébként ennek is van utótörténete. Nyilvánosságra jutott, hogy megszüntették az összes albizottságot. Az indoklás, amivel az albizottság tagjainak és elnökeinek megindokolták ezt a döntést, az költségkímélés volt. Nos, tudni kell, hogy ezt legfeljebb csak pogácsa kímélésnek lehet nevezni, mert ezt a munkát minden ellenszolgáltatás nélkül végezték az albizottság tagjai, albizottságok tagjai és elnökei. Ez is egy jel, nem a legjelentősebb, de ez is egy jel arra, hogy a szakmai kontrollt, amely működött ezekben az albizottságokban, ezért olyan nevetséges arról beszélni, amit a Magyar Nemzet cikkei mindig kiemelnek, hogy ki kitől vette át a Kossuth díjat, vagy Széchenyi díjat, hogy Gyurcsány Ferenc Széchenyi díja ez, amit mondjuk én kaptam, hiszen valóban akkor ő volt a miniszterelnök. Itt komoly szakmai munka folyt, és szakmai döntések születtek az esetek túlnyomó részében. Ezen túl már nem így lesz, nincs szükség a szakmai albizottságokra, hiszen pontosan tudják ők, hogy kit akarnak Kossuth és Széchenyi díjjal jutalmazni. Ez a kézből etetés, ez hosszú távon megtérül egy országnak, amikor a... Én azt hiszem, hogy abszolút kontraproduktív minden tekintetben, és ha most a legfelsőbb szintet vesszük, akkor
akkor egy karakter a legtetején ennek a piramisnak, aki nem tűr ellentmondást, aki nem ismeri az ellenérveket, mert nem merik neki megmondani, az belekerül a diktátorok klasszikus világába, ahol nem tudja már, hogy mi történik abban az országban, amelyet vezet. Én emlékszem, hogy egy apróság volt az, ami a Kádár korszakban egyszer a hidegverítéket engedte lecsorgatni a hátamon, amikor Kádár arról beszélt a televízióban, hogy milyen fantasztikus külpolitikai kapcsolataik vannak, és felsorolt egy csomó külpolitikai sikert, és többek között azt is megemlítette, hogy Lionel Jospin úr is itt járt Magyarországon. Ugye ez egy francia vezető politikus volt, Lionel Jospin. És a hidegveríték azért csurgott, mert arra gondoltam, hogy mit tudhat a világról egy ember, akinek nincs senki, aki megmeri mondani, hogy Kádár elvtárs, azt nem Jospinnak, hanem Jospinnek kell ejteni. Köszönöm szépen. Szívesen.